Közel 100%-os feldolgozottság mellett a megyei szavazatok 55,1%-át kapta a Fidesz. Mind a hat választókerületben a párt képviselőjelöltjei nyertek. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban az ötös számú választókerület Fideszes nyertese, Kovács Sándor. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először is gratulálok! Nézzük az értékelést, hogyan értékeli egyébként, minek köszönhető az, hogy ön nyert a választókerületében? Hát az embereknek a józansága és a segítése. Köszönöm mindazoknak, akik részesei ennek a csodálatos eredménynek. Azt gondolom, hogy büszke nemzet vagyunk, és ezt bebizonyítottuk. Az ellenzék bár azt mondja, hogy mi csak riogattunk a bevándorlással, de hogyha megnézzük az elmúlt fél év adatait Csehországba, Ausztriába, Németországba, Olaszországba, mindenütt a bevándorlás tagadók buktak meg. Azt gondolom, hogy nincs fontosabb a magyar embereknek a biztonságérzetétől, nincs fontosabb a magyar embereknek az egészsége és az élethez való jogának a garantálására. Köszönöm még egyszer azoknak az embereknek, de külön meg kell, hogy köszönjem annak a stábnak, aki együtt dolgozott velem, hiszen volt 18 olyan csoportelnök polgármester barátom, akikkel hetente összeültünk, 906 regisztrált aktivistám volt a 44 településen, 27 ezer aláírás volt egyébként, amivel támogattak, neveket, telefonszámot adtak az emberek. Azt gondolom, hogy ezek a számok már akkor is bizakodásra adtak okot, de azért a szavazás napján az a fajta tömeg, ami elkezdett áramolni, azt nagyon nehéz volt felmérni, hogy vajon az ország védelme érdekében áramolnak olyan nagy számban, vagy pedig a kormányváltás érdekében. Kiderült, hogy az országot, a nemzetet akarják ők is megvédeni, részesei akarnak lenni annak a különleges státusznak, amit azt gondolom az előbb európai példákon keresztül mutattam. De azt gondolom, hogy én minden 44 településen voltam. Valahol volt, ahol termes, volt, ahol szabadtéri fórumot tartottam. Beszéltünk az eredményekről, a szociálpolitikai eredményekről, a családpolitikáról, a gazdaságpolitikáról, az elmúlt 8 évnek azoknak az intézkedéseiről, amelyek azt gondolom, hogy hozzájárultak a sikerhez. Mindenre büszke vagyok, és köszönettel tartozom mindenkinek, aki részese volt benne, még az ellenzéki szavazóknak is, hiszen innentől kezdve a nagy számok törvény alapján megkérdőjelezhetetlen az a fajta felhatalmazás, amit ilyenkor a politikus érez maga mögött. Ön szerint mire szavaztak, amikor önre szavaztak? Hát szerintem az elmúlt 4 éves munkára, hiszen van egy különlegesség, egy know-how, ez a Szabolcs 05 önkormányzati társulás, a top források megszerzése érdekében én a 44 polgármester leültettem egy asztalhoz, és összehangoltuk azokat a fejlesztés politikai elképzeléseket, amelyek alapján ők benyújtották a pályázatukat. Nagyon egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogy ne lépjünk egymást lyuk szemére, ne nyújtsunk be 25 óvodát, és ne legyen keserű a szája, azok nyújtsanak be óvodára pályát, akinek ténylegesen szükség van, és így végigmentünk intézkedések. Én azt gondolom, hogy az a fajta együttműködés, ami a polgármesterekkel és a top források elnyerésének koordinációjában lehet, azt gondolom egyik részről ez volt a válasz, a másik pedig az, hogy kicsit fárasztó, azt gondolom, a politikus élete, de nagyon-nagyon sok közösségi rendezvényen vettem részt. Közé kell menni az emberek közé, és meg kell hallgatni a véleményüket. Én ezt tartom, és ezt szerint élem az életemet, és végzem a munkámat. Olyan jellemezni egyébként a Máté-Szalkai körzetet, mi a helyzet most, és mire számít a következő néhány évben, következő 4 évben? Ugye? Én azt gondolom, hogy ez a fajta támogatottság ez valóban nagy felhatalmazás, és egyfajta garancia is részemről, hogy nem visszaélni, hanem élni kell, de az elmúlt 4 éves munkám, amit mondtam, és azt gondolom, hogy ez bizonyítja. Van azért benne furcsaság, mert megjelent az egyik online felületen egy statisztikai elemzés, amelyikben a Magyarország harmadik legnagyobb olyan választókerülete, illetve olyan választókerület, ahol a legnagyobb számban szavaztak át baloldalról a jobbikos jelöltre. Ez 60, tehát a baloldali jelöltek 62,9%-a a jobbikos jelöltre szavazott. Ez gyakorlatilag működött náluk a koordinálás. De hát az emberek józan többsége, vagy nagyon nagy többsége, azt gondolom, hogy az 59,4%, amivel megnyertem, az mégiscsak meggyőző fölény. Említette, hogy koordinálta ugye a települések munkáját és a fejlesztés politika területén, akkor a következő 4 év gondolom e tekintetben adott, 2020-ig tart ugye az Európai Uniós költségvetési ciklus, ebben még milyen lehetőségek vannak, mi az, amit ki lehet használni a Máté-Szalkai körzet számára? Fejlesztés politikában két olyan fontos terület van, útépítés, M49-es külterületi utak, belterületi utak, kerékpár útépítés, azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Emellett az önkormányzatok most
már a, mondjuk úgy, hogy a nagy országos programokra mindenki pályázik, és akinek tudok segítek lobbizás tekintetében. Nagyon fontos, és már megalakítottuk a szintén 100%-os önkormányi tulajdonú gazdasági, non-profit gazdasági társaságunkat, amelynek az lesz a feladata, hogy egyfajta új know-how-t dolgozunk ki foglalkoztatás politika tekintetében. Ennek vannak közfoglalkoztatási, piacra jutási, piaci szereplőkkel való együttműködés, de akár a turisztikai szolgáltatások helyi desztinációja, hogyan tud a 44 település együttműködni, hogy olyan mezőgazdasági termékek megtermelésére feldolgozása, ahol, ahogy mondtam, piaci szereplőket tudunk együttműködni, még néhány céget hadd ne soroljak fel. Megszavazta a 44 polgármester egyhangulag, hogy kérjünk segítséget, mert van egyfajta know-how, amit jó magam találtam ki, de ennek a költségvetési, jogi és egyéb olyan megvalósíthatósági tanulmányi formában összeállított részét azt azért rábíznánk a műegyetemre, és vele kötött szerződést az önkormányzati társulás, hogy dolgozza ki, és jövő héten már jönnek a szociológusok a polgármesterekhez, kisebbségi képviselőkhez, oktatási intézményekhez, hogy hogyan tudjuk azt a helyi társadalmat megmozgatni, hogy gyakorlatilag az elmúlt 150 éves gazdasági hátrányt, amit mindig jelentett a keleti periféria, ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hogyan tudjuk magunkat egy új dimenzióba helyezni, saját magunkat kihúzni hajunknál fogva, hogy a nagy hencegő mondta annak idején. Tehát akkor konkrét tervek vannak. Abszolút. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Lehetőséget.